Sziasztok, Tanuka vagyok, és ez itt egy új sorozat, illetve visszatérő sorozat, itt a Game Show Channel csatornánkon, ami a felvételes adás. Visszatér a GBS-hez már mindmondó, ahogy ezt jelezte is egy két helyszínen, és hát egyrészt a fan, másrészt a fan, ha ő ezt a most részre tartozott, másrészt pedig nagyon jól tudom, hogy ismét a fan. Bizonyos dolgokat. Egyrészt azt el kell mondanom nektek, hogy természetesen nem volt alapjáról betervezve ez a szünet. A két adás között mondanám ezt, ami legutóbb volt, az karácsonykor volt, viszont hozzákezdem, hogy a leginkább a szünetben készítő és igazából ezen a sorozattal sem tér vissza. Az a szituáció, ami viszont a pártigeti, és innentől a sorozat tekintetében jelentős fejlesztésekről kell hirtadnom nektek, hiszen ez alatt a, hát mondjuk inkább az, hogy 4 hónap alatt, de inkább nem 3 hónap alatt igazából, gyakorlatilag nagy részt a bánnal foglalkoztam, más játék nem volt érintve, talán egy kicsi logisztiká volt, de talán azzal is lehet egy sorozatot majd bírni még itt nálunk, amely meglátjuk. Viszont az viszont biztosan kimondom, hogy a legtöbb időt játékra ebben töltöttem el, és ezt a most következő epizódok során nagyon látni is fogjátok, mert szinte mindegyik térkép, amit így eddig bemutattam, és nagy változásokat, illetve amikkel dolgoztam, azokkal nagy változások vannak, és valószínűleg ezek egy-egy adás előtt is fognak lenni, és fognak lenni. Természetesen mi mással kezdeném a mai, illetve mi mással kezdhetném a második évadunkat, mint az Umbriával. Az Umbria ugye az a projektünk, amely Olaszország egyik tartományának egy bizonyos részét tervezi betenni a térképbe, illetve a BAM világába, nevezetesen Spolettót és annak környezetét. És hát ugye ez egy több éves projekt, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy talán 2021 magasságában vágtam bele ebbe a projektbe. Igen, szerintem nem lehetett bár szerintem korábban is próbálkoztam egy-két ilyen dologgal. Arra emlékszem, hogy a Spoletto belvárosát villamos vonalakkal már megcsináltam egyszer-kétszer, de az nagyon-nagyon ilyen prototípus volt, tehát nagyon el volt csoportotva, de ott nagyon el voltak a térkép. Tehát ott nagyon nagy húzások voltak abban a térképen, és nagyon nagy torzítások. Ott annyira nem a realitás kapott főszerepet, mert az a rész itt, ami itt van, talán máshogy nézett ki, mindegy. A lényeg az, hogy talán a legnagyobb projektem, mindig azt kell mondom, az a projektem, vagy amivel a legtöbb időt töltöm, az egyértelműen ez. És hát az elmúlt 3 hónap során is nagy részt ezzel a projekttel foglalkoztam. Ennek az volt az indoka, hogy kaptam meg egy YouTube-on egy területet. Igazából ugye, amikor ugye legutóbb foglalkoztunk ezzel a projekttel, az pont a szempontból, pont a karácsonyban volt, amikor mutattam a képet, és az volt a terv, hogy menetlenben készítsen rajta, illetve tesztelgessünk is, tehát gyakorlatilag egy ilyen, mondjuk itt ilyen gondolkodatot mutatni, tehát sajnos akkor ugye azt történt, hogy volt ott egy összeállás, és ennek során már nem elkezdtem a képen akkor. Mostanra viszont eljutottunk odáig, hogy jelentős változásokról kell beszélnünk, úgyhogy
Úgyhogy akkor ezt szeretném most nektek az első adásban bemutatni. Kezdjük is azzal, hogy mi az, amit eddig tudtatok. Nevezetesen az, hogy ő itt egy kisváros, Edgyi nevével jeleztünk egy projektet. Ugye azt kell tudni, a járatok beindításával, illetve építésével kapcsolatban különböző projektet adott meg. És ezekkel ugye Edgyi esetében ugye az volt a feladatunk, hogy Edgyi település összes vonalát megindítsuk, és egyelőre ezek is voltak a feladatok, illetve ugye a korábbi vonalnál összetett ilyenek is lássuk el. És ugye ennek kapcsán volt egy nagyon nagy teszt, a 65 és 65-es vonal és a 10-es járatok kapcsán, és ha jól emlékszem, ott voltak gondok. Szerafina utcával kapcsolatban, amivel kapcsolatban egyébként a fórumon keresztül ki is kértem a véleményeteket, hogy mi történhetett. Aztán a megoldás végül is egy olyan hiba okozta, amelyet még egy előző útvonal kapcsán elkövetett járművezetők. Maradjunk ennyiben, mert kicsit bonyolult a számára. Már igazából most utazáson van a szóval. Tehát tulajdonképpen az egyik illetve itt álltunk egy kicsit, viszont azzal, hogy én megtaláltam a megoldást, elkezdtem kérdezni az órát, és mindjárt megjelent minden. Tehát elkezdtem újra csinálni a teszteket, és szerencsére ekkor már minden megjavult, és innentől kezdve megindult egy olyan lendület, amivel azt kell mondanom, hogy még mindig most is benne vagyok, és eljutottunk odáig, hogy Edgyi update-et lezártam, és készen vannak az Edgyi update vonalak, és ezzel beindult Szent Jakab térségében is, a nem az összes, de jó pár járat beindult, és a következő ütem az pedig a Prottei térségnek a kiépítése, visszaépítése, fogalmazzuk így. Kiépítése alatt az arra gondolok, hogy voltak itt vonalak, amelyeket még nem sikerült átadnunk, és még vannak jelen pillanatban, tehát itt most jelenleg Protte ütemével dolgozom jelen pillanatban. Itt van a papír, ez tartalmazza az átadásra kerülő vonalaknak a számát, nevezését. Bocsánat, de meg lehet szokni tőlem, hogy amikor ilyen nagyon sokat beszélek és nincs rá segítségem, akkor dallal kell megoldanom ezt a gondot, hogy kicsit felfrissítsek. Szóval a lényeg az, hogy a következő lépésként a Prottei ütemet indítottam be, ami hát leginkább ez a térség. Protte egyébként a térképünkön egy garást tartalmaz, és hogyha jól emlékszem, ennek a településnek is Protte a neve, de igazából maga a Protte térségnek a kiépítő, tehát inkább ez a név, ez mondjuk úgy, hogy az itteni térségnek a hálózat kiépítésére vonatkozik, illetve tartalmazza még az úgynevezett hármas rész térségének a kiépítését is. A hármas rész, ezt egy kicsit nagyobb térkép, illetve nagyobb méretben mutatom meg, az a terület, amit három nagy település fog közre tulajdonképpen. Ez Spoleto, gyakorlatilag ez a rész, tulajdonképpen mondhatom is nagyban. Tehát Spoleto térség, illetve Spoleto városa, Trignano városa, illetve az itt látható Majano település fogja össze a hármas részt, tehát ezen térség járatait is tartalmazza ez a csomag, tartalmazza a Lorenzo lakótelep mentén közlekedő járatokat is, és a Mellori lakótelep mentén közlekedő járatokat is, tehát gyakorlatilag amik ezen a térségben, inkább úgy fogalmaznám, hogy Spoleto északi térségében közlekedő járatokat is, illetve gyakorlatilag az itteni térség összes járatát tartalmazza ez a bizonyos ütem, amiről beszélünk, egy-két kivétellel, mindjárt mesélem a kivételeket.
Amennyire nagynak hallatszódik ez a része, ahhoz képest, hogy Edgyben tulajdonképpen csak ennyit dolgoztam, kis túlzással mondom ezt, annyira nem annyira vészes, mint láthatjátok, inkább falvakról van itten szó ennél a térségnél, és ebből kifolyólag inkább kézapos közlekedésről kell itt beszélni, talán ezt mondhatom csúnya szóval, tehát nem olyan nagy forgalmat ellátó vonalakról kell itt beszélnünk. Ugyanakkor voltak itt olyan dolgok, amelyek beindítása viszont számomra egy nagyon fontos feladat volt, még azt is mondanám, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a projektek keretében kellett volna erre sor keríteni. A 9-es A9-es vonalakra, illetve a 11-es vonalra gondolok, de viszont vannak olyan vonalak, amelyek viszont javarészt egyébként úgy néz ki, még egyébként azt elárulhatom nektek, hogy tehát az a tervünk, hogy ezt a térséget teljes egészében ellássuk trolibusz forgalommal, rengeteg trolibusz vonal lesz itt. Mindjárt megszámolom, hogy hány darab különböző lépcsőfokról. Egy-egy ilyen járat, egy-egy ilyen lépcsőfok. Tehát összességében hát olyan 20 járatról, illetve 20 lépcsőfokról beszélünk, és ennél sokkal több vonalról, hiszen egy lépcsőfokban több járat is benne van, mert ugye például összevont menetrendek esetén egyben dolgozunk. Elsőként Szent Jakabból, azzal kezdtem az egészet, hogy Szent Jakabból elérhetővé tettem a Prottei térséget. Ezt három vonallal oldottam meg, a 64-essel, 66-ossal, illetve a 64-es betéti járatával, a 64-ával. A 64-a és a 66-os csak Szent Jakab területén belül közlekedik nagyváros, míg a 64-es biztosítja tulajdonképpen a Prottei térség és Szent Jakab között a távolságot, itt látható is egy 64-es. Gyakorlatilag Protte érintésével közlekedik a trolibusz és Szent Lőrinc város határig közlekedik egyébként, tehát ide ebbe a kereszteződésig. Fél óránként közlekedik alapjáratként, és ugye szóló trolibusról kell beszélnünk. Aztán beindult a 26-os, 26-os Y, illetve itt egy kicsit pontosítok nektek, mert a 26-os tulajdonképpen már közlekedett a Veresegyházban. Ugye, aki esetleg nincs benne a dologban, nagyon röviden elég csak annyit tudnia, hogy az Umbria projekt az tulajdonképpen már korábban létezett első változatában Veresegyház néven használtam, és kicsivel több magyar fiktív nevet találtam ki abban a dologban. Itt bár egyes települések most is át lesznek változtatva magyar nevekké, viszont azt gondolom, hogy azért itt, mivel félfiktív vonalhálózatot tervezett, tehát a félfiktívben akarom megépíteni a térképet, mert vannak realitási elemek benne, éppen ezért szeretnénk például megtartani az olasz város nevet, illetve az olasz településeknek az elnevezését is. És ugye a Veresegyházban már megnyitottam én a 26-os vonalat, viszont akkor még épült ez a illetve Móró is környéke. Igazából ahhoz képest túl sok változás is történt, de beindításra került a betét járat a 26-os Y, mert akkor még ugye a menetrendjében nem szerepelt a 26-os Y, tehát ez e tekintetben egy újdonság. Aztán a következő vonal az a 18-as volt, ez is létezik már Veresegyházban. Ő volt az első járat most ebben a térképünkön Umbriában, ami belvárost érintette, de be is térve, hiszen ugye a 10-es csak templomáig közlekedett. Ő ugye a Via delle Murától közlekedik a gyártelen érintésével. Ahogy korábban ismerhetétek, a Paszkára letérik, viszont én csináltam itt egy hosszabbítást. A trolibuszok ezek után a Szerapina utcáig közlekednek, annak indokával, hogy először legyen egy átszállásmentes kapcsolat Szent Jakab trolibuszai számára. Másrésztről azért ez a térség errefele
semmilyen kapcsolattal, közvetlen kapcsolattal nem rendelkezett, tehát azt gondolom, hogy kicsit olyasminek érzem ezt a... Egy kicsit itt átvágtam a térséget, és mindenképpen ezt valamilyen járulta megjelentkeztem. Menetrendjét tekintve egyébként jelentős változásnak történik a 18-ason, aztán egy 20 kocsit kapott. Egyiket a 26-ban sincs menetrendváltás, ott csak annyi történik, hogy a 26-ig szintén bekerült a menetrendben, és emellett ugye kicsit több rolik kell. A 9-es-9-es-a az már egy olyan projekt, ami hát igazából tényleg semmi köze nincsen a proténak, viszont azért kellett beindítani, vagy azért gondoltam ennek a beindítását, mert ekkor már tudtam, hogy ez egy nagyon sűrű trolibusz lesz, és túl akartam egyszerűen ezen a nagy bajon lenni, hogy így fogalmazzam. Tehát ez volt az egyik olyan vonal, amitől a leginkább értem. És ennek az az indoka, hogy ha belvárost nézzük, akkor a Campione tér és e között nagyon, illetve a Campione tér, illetve a Templom tér között nagyon nagy utas forgalom van, mert tulajdonképpen a Spoleto történelmi városa, és a turisztika nagyon erővel motiválkozott. Nemrégiben olvastam egyébként a Spoletoi kormányzatnak a Facebookról, de nem, hogy tavaly is nagyon emelkedett, jelentősen emelkedett a turizmus a városban, és lassan után ott tartanak már, hogy gyakorlatilag arról a turizmusról kell beszélni, mint ami 2020 előtt volt, sőt még annál is a föld. Tehát nagyon működik a kollégtónak a híre, hogy így fogalmazzam. És hát azért vannak is olyan dolgok, ami miatt mindenképpen érdemes ellátogatni, és nektek is tudom ajánlani. És én ezt úgy akartam beépíteni a térképbe, hogy egyes vonalakat jelentősen besűrítek. Ennek eredménye az, hogy a Campione tér és a milyen múzeumos tér múzeum között, sőt inkább azt mondanám, hogy a Campione tér között, a 9-es A, illetve egy két kétkötetőként közvetlenül járat a 17-es Y együttesen 5 perces sűrűséget kapjon. Vagyis a legeslegsűrűbb követést állítottam be, amit magamnak így engedélyeztem a projekten belül. Egyszerűen azért, mert minden kocsit saját egyedileg programoztam, írtam meg a menetrendjét, és így tovább. És én azt hiszem, hogy még mindig benne van az a feeling, vagy az a félelem, hogy 5 perces menetrend, ez könnyen átszállhat, főleg egy ilyen, már egy ekkora vonal kapcsán is, mint a 9-es át, amely ugye idejük közlekedik. Közvetlenül közlekedik, tehát tulajdonképpen betérési területe nincsen az a trolibusznak. Mondjuk, hogy ugye lehető leggyorsabb a végállomáshoz. Ennek ellenére csak erre a két vonalra, tehát a 9-es, 9-es A, 17-es, 17-es Y-ra nem kevesebb, mint 20 darab. Úgyhogy az egész egyik projektben 100 kocsi az érintett. Köztük a 65-ös, 65-ös vonal, tehát az a 10-12, tehát az is kevesebb, mondjuk a 16 darab, az 3-as esetben volt többbehoztam a jelenségeket, amennyi a 9-es, 17-es felett. Tehát ezt mindenképpen meg akartam csinálni, annak ellenére, hogy nem tartozik projekt a proteinitemhez. Valamennyire azért a 17-es hozzátettem, hiszen a Lorenzo lakóterület az ugye képítésnek tartozik, tehát beletartozik a proteinitembe. Aztán átvettem olyan vonalakat, mint a 7-es, 7-es-e, 6-os-e. Tulajdonképpen ez azt jelenti, ebben a illetve most ezt nálam azt jelenti tulajdonképpen, hogy visszarakom, hogy ebbe a térképbe is berettem ezeket a trollikat. A 7-es-7-es-el már semmilyen változás nem történik, maximum, hogy a vasútállomásnál lehet egy perc plusz a szem indításban, tehát ott a trollik. Ennek az az indoka, hogy vasútállomásnál szerettem volna mindenképpen elkerülni azt, hogy hogy egy időpontban induljon az összes kocsi állásra a trolli, és ezáltal például azok, akik itt nem később indulnak, azok
azoknál hát legalább egy perces várakozás szükséges, amíg eljutnak az első megállóhelyig, mert egyszerűen elképzelhető volt az is, hogy mindegyik kocsiállásra indul egy-egy kocsi, és ugye a tesztek során, amikor egy járatot felmérnek, akkor nincs benne a forgalom, tehát ezek percekkel eltérítik a járatnak az időpontját, és ezt szerettem volna mindenképpen elkerülni, de ennek érdekében csináltam azt a lépét, hogy szinte, hogy aztán 3 különböző időponton a troll innen. Tehát egy 10 perces időszakban 3 különböző időponton indulnak, aztán egészkorban egy után 4 korban, egy után 4-es végződési számokra és 7-es végződési számokra van a harmadik után, és így szétosztva igazából akkora nagy késés nem lett azoknál a járatoknál, akiknél ezt ugye későbbében például most figyeltem már, ugye, tehát a 6-os A7-es esetében már ugye itt jelentős járműmennyiség van már a garázsnál, és itt már lehetett látni, hogy mennyire tartja föl a forgalmat, vagy hány troli tartja föl ezeket a vonalakat, és hát szerencsére azt kell mondanom, ez a megoldás ez nagyon segített a dologban, itt a maximum, ha egy troli tartja föl, de a menetrendjükben nem jelent ez nagy problémát, és ez egy nagyon jó hír. Talán a 6-osában lehet, hogy szükséges volt, mert egyébként egy plusz troli a csúcsidőszakban egyszerűen érkezik meg a vélemásáról, amelyet lódik a telepre. Egyébként a 6-osánál van egy kis extra. Campello utca, nem Campello, hanem a Pascal utcában én most ilyen fantázia névvel láttam el. Ide betér ez a trolibusz, a főúton keresztül pedig megmarad a 6-os és a 22-es Y. Őt még a térképen nem láthatjátok, várhatóan így a következő napokban kerül ez beindításra. Aztán, tehát ugye a 6-osa után, amit még beadtam, hogy beindításra került, az a 37-es Y, ezek is új útvonalak, tehát ezek még nem voltak láthatóak Veresegyházsnál, és nem volt még látható a 15-ös lábvonal sem, ami pedig ugye Mórok iskolától közlekedik a belvárosig. Útközben ezt a szép kis részt érintve. Tulajdonképpen ez ugye egy domb egyébként, ha esetleg érdekel benneteket. Tehát tényleg egy olyan részre épült fel Spoleto, ami hát egy dombbal körülvett térség tulajdonképpen. Még van egy kis időm. Még milyen vonalakat... ugye nagy részt ugye... még talán annyit mondhatok így a protei ütem során, hogy amiket átvettem járatok jelen pillanatban, az a protei ütemnek nagyjából a fele, talán egy picivel több, mint a fele. Tehát tényleg azt kell mondanom, hogy elég jól haladok vele. Most ott tartok egyébként a térképen, ti ezt nem teljesen láthatjátok, én azt gondolom, hogy most került tesztelésre a 37-es Y troli. Valószínűleg itt egyébként a jelzésszámon változtatni fogok, mert nem annyira látható szerintem jelen pillanatban a jelzés. Talán annyiban most tudok nektek segíteni, hogy leveszem az kiért, amíg csinálom az adást. Bocsánat, kedves nézők, már régen csináltam bánt, és elfelejtkeztem, hogy mit szoktam ilyenkor csinálni. Tehát a 37-es Y indítottam be. Itt történt egy aprócska változás a tervekhez képest. Eredetileg a 37-es Y a Spoletói börtönig közlekedett volna, viszont ezt egy másik útvonallal fogom majd megoldani, a 24-es Y jelentős átalakításon fog átesni, és ebből a 24-es Y kapja meg a börtönt. Egyébként megjegyzem, a 24-es Y jelentősen le fog ritkulni. Majd amikor azok a járatok kerülnek átadásra, akkor szerintem majd tudok erről beszélni. Amik még beletartoznak a projektbe, és még nem indultak be sem itt, sem pedig a Veresegyházon. A 8-as Y-vonalak, illetve a 2-es Y-vonalak. A 2-es Y-vonalak
igazából csak annyi kell, hogy egyrészt végigfutatjuk a teszteket, másrészt a programozni járatokat, harmadrészt tehát igazából mindegyik vonalat, még azért van munka, de maga hát mondjuk így a paramutatók része, azt már tudom, hogy van még percem, sőt, inkább azt mondom nektek, hogy most megköszönöm nektek a figyelmet, és majd két adással később visszatérek erre az Umbriára, mert építkezés tekintetében is vannak fejlesztések, úgyhogy arról is szeretnék nektek beszélni. Most azonban köszönöm, hogy voltatok. Sziasztok!